Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Ma egy olyan pogácsa receptet hoztam nektek, amit nem kell hajtogatni, és mégis leveles lesz a sós süteményünk. Rendkívül egyszerű az elkészítése, legtöbb időt a pihentetés vesz igénybe, ami körülbelül egy óra, de élesztős tésztáknál ezt nem lehet elkerülni. A tetejére sajt és szezámmag fog kerülni, sütés után pedig nincs más dolgotok, mint az elismeréseket fogadni. A pogácsa nekünk magyaroknak olyan, mint a rántott hús. Mindenki szereti, és ezerféle módon lehet elkészíteni. Mindenkinek van egy tuti receptje. Nézzük, az enyém hogyan készül, kezdjük az alapanyagokkal. Mindent előkészítettem a pogácsánkhoz. Nézzük sorba, hogy mire lesz szükségünk hozzá. Búzafinom lisztet fogunk használni. Vajat két részletben, az egyiket belegyúrjuk a tésztába, a másikat pedig teljesen puhán rákenjük, ettől lesz leveles a tészta. Kerül még a tésztába görög joghurt, 2 darab tojássárgája, a fehérjét is majd fel fogjuk használni, ezzel fogom megkenni a pogácsák tetejét. Langyos tej, élesztő, só és cukor, és a tetejére reszelt sajt kerül, illetve én még szezámmagot is fogok rátenni. Kezdjük is el! Géppel fogom kidagasztani a tésztát, először a lisztet, majd a vajat öntöm bele a dagasztóedénybe. Indítom is a gépet. Addig fog dolgozni, amíg a vaj eléri a morzsás állagot, és a lisztszemcsék bevonják ezeket a morzsákat. Jöhet a második felvonás, hozzáteszem a többi alapanyagot, először a sót, amivel jól elkeverem a lisztet, hogy véletlenül se érintkezzen az élesztővel, a cukor, belemorzsolom az élesztőt, és ráöntöm a langyos tejet. Segítsük az élesztő munkáját. Mehet a 2 tojássárgája, és végül a görög joghurt. Visszamegyek a géphez, indítom is. Addig fog dolgozni, amíg szépen összeáll a tészta, ez körülbelül 6-7 percet vesz igénybe. Lassan letelik az idő, el is készült a tésztánk, kapcsolom is ki a gépet. Könnyen kezelhető, közepesen lágy lett a tészta, visszateszem az edénybe, letakarom fóliával, és bebugyolálom konyharuhába, 1 órát fog így pihenni. Letelt az idő, lebontom a csomagolást, enyhén megkelt a tészta, lisztezett felületre kiteszem, és finoman kinyomkodom belőle a levegőt, és téglalap alakúra kinyújtom. Ha ezzel megvagyok, a puha vajat rákenem a tésztára, lehetőség szerint mindenhova egyenletesen kerüljön. És a következő lépés, hogy feltekerem szorosan, mint a beiglit. És ezt követően még 10 percet fog pihenni a tészta, lefedve. Letelt a pihenőidő, óvatosan elkezdem nyújtani a tésztát, hogy ne nyomjam ki belőle a vajat. Körülbelül 1,5 centi vastagra fogom kinyújtani, ilyen magasak lesznek a pogácsák. Ezzel a folyamattal nagyon hamar megvagyok, és indulhat a szaggatás, közepes méretű pogácsaszaggatót használok, és ezt addig folytatom, amíg el nem fogy a tésztánk. Kibéleltem egy tepsi csütőpapírral, és belesorakoztatom a pogácsákat. A maradék tojásfehérjével letkenem a tetejüket,
Mindegyiken végigmegyek. És megszórom a tetejüket sajttal, reszelt sajttal. ...180 fokon körülbelül 22-23 perc alatt fognak megsülni. Bekukkantunk a sütőbe, szépen megemelkedett a tészta. 20 perc alatt gyönyörűen megpirultak, veszem is ki őket. Hát nem csak szépek, de mennyei az illatuk is. A teljes mennyiség kisült, készült, a sajtos mellett még szezámmagos is. Ha sós süteményről van szó, először mindenkinek a pogácsa jut eszébe, nem véletlenül. Bármilyen alkalomra feltállalható, legyen ez baráti vagy családi összejövetel, de fogadásokon is mindig jelen van. Sörkorcsolyának is kiváló, csak legyen belőle elég. Papírtasakban a gyerekeknek is elcsomagolható uzsonnára. Sok pogácsa receptem van, mert nálunk mindenki nagyon kedveli, de most ez a kedvenc. Gyors is, mutatós is, kiadós is, szóval érdemes kipróbálni. Ha tetszett a videó, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és dobjatok egy lájkot. Köszönöm, hogy velem voltatok, jó sütögetést, mert sütni jó, sziasztok!